úgynevezett póttekercsek vagy kiszállási díj a szinkroniparban, és kiszállási díj az 2500 forint körül van. És ebben nem csak a kiszállás van benne, hanem már egy bizonyos, mondom, 20 percnyi munka legalább. Én úgy nőttem föl, hogy a szegény színész a jó színész, ennek kurvára vége van. A művészet minden területére igaz, az írók ne éljenek meg a műveikből, versete nem, azért írunk, mert szeretünk verset írni, és nem azért, mert az 5 fillért hoz. Tehát ez nem egy természetes állapot, és ez mind-mind sorvasztja ezt a művészeti életet. A Színházi Dolgozók Szakszervezete tömöríti nem csak a művészeket, hanem a háttérben dolgozó munkatársakat is, de egyrészt nem aktívak a tagok, másrészt nem tudják, hogy mik a jogaik és lehetőségeik, nem is használják ki a szakszervezetet, és nem is fogalmaznak meg elvárásukat. Kellenek olyan szóvivők, kellenek olyan jól ismert arcok, köztük, mint mondjuk én, de belőlem szerintem 20-30, mert a tagság, az alvó tagság nem tagság. Ezt csak a szakszervezet tudja megoldani, az a szakszervezeti minta például, amit az Ita említett, ugye az angol és az amerikai szakszervezet még durvábban azt mondja, hogy ennyi alatt nem lehet játszani. Leszalámizzák az embereket, és gyakorlatilag gazdasági vagy piaci alapokon, ilyen vadkapitalista módszerekkel megosztanak minket a művészet területén is. Szerintem pont ez lenne nagyon-nagyon a cél, hogy úgymond így, ahogy liberálisnak bélyegeznek, úgy mondjuk jobb oldalinak bélyegzett színházakból is, mondjuk a komplett társulat 80%-a belépjen a szakszervezetbe. Innentől kezdve ki lehet a politikának meg a lekönyvelésnek a méregfogát húzni. Ugye egy olyan országban élünk, ahol jelenleg nincsen kulturális politika, csak politika van, tehát a kultúráról nagyobb kontextusban, hosszú távon senki nem gondolkodik. Menekülünk attól, hogy politikai véleményt nyilvánítsunk, miközben a színházunkkal igenis politizálunk. Nem feltétlenül egy párt mellett, mert hiszen nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy úgy szemléljük a valóságot, hogy az konfliktusokkal teli. Mint ahogy a dráma is konfliktusokkal teli. Hát nem érzem jól magam, hogy stigmatizálva lettem. Egyáltalán. Kimondható, hogy stigmatizálva vagy. Hát stigmatizálva vagyunk. Ellenzéki színházként. Igen, igen. És én úgy gondolom, hogy én visszakereshetem a 80-as évekből az interjúimat. Én ugyanazt mondtam akkor is. Én most is ugyanúgy érzek, én most is ugyanazt gondolom. Amikor mi egy nagyon széles és színes társasággal megpályáztuk a József Attila Színházat, ahol nem csak egy művészeti programot, hanem egy város fejlesztési koncepciónak részeként pályáztunk, akkor a szakmai bizottság, már nem tudom, hogy az kikből állt, minket hozott ki elsőnek, és akkor Tarrus István azt mondta, hogy nem. Mert nem, mi nem kaphatjuk meg. Ez a csapat nem kaphatja meg. És nem volt semmilyen más indoklás, csak az, hogy csak. Szerintem az, hogy ez a pályázati szisztéma a függetlenek körébe kialakult, ez nagyon-nagyon jól tanítja azokat az embereket, akik ezt művelik, hogy egyre koncepciózusabban gondolkodjanak mondjuk a színház csinálásról. Mi 2014-ben kerültünk ki az egyetemről, és akkor alapítottuk meg a K2 Színházat hivatalosan. Most ugye 2020 van, még nem jutottunk el odáig, hogy legyen havi fizetése bárkinek is a társulatból. Az létezhetetlen, hogy az, aki nem forgat sorozatot, az éhen döglik. A szavaidból én azt veszem ki, hogy ez a színház sem, és nem azért, mert nincs szándékában, hanem mert a fenntartói és egyéb viszonyok okán nincs olyan pénzmennyisége, hogy ezek szerint egy 50 fölötti vezető színésznőjének megfelelő anyagi biztonságot garantáló szerződést tudjon kínálni. Ez a helyzet? Igen, nincs rá lehetősége. És hál' Isten nagyon sok munkát kaptam, viszont egy idő után azt éreztem, hogy ez a szétforgácsolódás, hogy én csinálok évi 4-5 darabot, akkor nem tudok lelkiismeretesen felkészülni. Most elkezdtem doktorizni az egyetemen, amivel valamennyi havi pénz jár, és így mondjuk azzal együtt eléldegélek úgy, hogy nem 4, hanem 3 darabot vállalok el egy évbe. Ezért kell egy szakszervezet, egy normálisan működő szakszervezet, tök politikamentesen. És egyébként szerintem nincs jobb meg baloldal. Van vállalnál vezető szerepet? Hogyne, persze. Az jobban érdekel jelen pillanatban, hogy bármi más egyébként a színházban. Nincs valós képe a nézőknek egyrészt arról, hogy a társulatok vagy az egyes színészek melyik politikai oldalon foglalnak helyet, és ez nem is kéne, hogy legyen, mert ennek semmi köze a szakmánkhoz. És szerintem a mélyebb és fontosabb kérdésekről való beszédet fedi ez el. Én akkor szomorodtam el nagyon, amikor először visszahallottam azt, hogy
amikor mentünk az Ördög Katlanra egy évben egyszerre a Stalker csoporttal, és szinte egy nap különbséggel volt premierünk, és hogy amikor ezt elkezdtem visszahallani, hogy lesz egy Lipsi bemutató, meg egy ilyen fideszes. Anomália, érted, amikor a jelenlegi színház csinálás főnöke, a Vigyánszky Attila olyan nyilatkozatokat tesz, hogy a színművészetén balliberális, mit te milyen művész, és közben a fia ott tanít, akkor ott náluk milyen a kaja délbe? De tényleg, tehát az hogy ebédelnek együtt? Például az egyetemen, ahogy belelátok a doktori miatt, és ahogy a modellváltás miatt cseszegetik a sulit, egyszerűen az, hogy létrejött most egy olyan transzparenség, hogy az egyetem egész polgársága folyamatosan tájékoztatva van arról, hogy mi történik, és színészhallgatók végignéznek politikai üléseket, szerintem ez fantasztikus, és igazából én is, hát most ilyen nagyon idealista zárásként, de hogy az összefogásban, a transzparenciában és abban, hogy álljunk ki az ügyeinkért, és ne várjuk, hogy felülről megmondják, hanem álljunk bele a dolgainkba.